Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet kutatója. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Napjainkban az a legnagyobb divat, hogy parlamenti képviselőket megkérdeznénk, hogy vajon ma hogy szavaznának az EU-hoz való csatlakozásra. Igennel vagy nemmel, a válaszok elég érdekesek. Vajon készítettek-e felmérést, hogy az Isten adta nép vajon csatlakozna ma az EU-hoz, vagy nem? Mi nem készítettünk erről felmérést. Amire tudok hivatkozni, azok a különböző nemzetközi felmérések, amik Magyarországot is érintik minden a egyéb EU-s tagállam mellett. És ezek a felmérések, ezek megegyeznek abban, hogy a magyar a tagállamok népei közül az egyik leginkább EU-párti. Tehát, hogy ma is meg lenne az abszolút többsége az EU-hoz való csatlakozásnak. Azt gondolom, hogy teljesen jogosan, mert az Európai Uniós tagság mellett ezerszer több érv szól, mint ellene. Még akkor is, hogyha látjuk, hogy most éppen milyen a joginak mondott, de valójában ideológiai csűréscsavarások mennek akár a bizottság és Magyarország, akár az EU más szervei és Magyarország között. A kormány kormányoz, megpróbál harcolni a legújabb hullám ellen, és megmenteni a gazdaságot, na meg az emberi életeket. Az ellenzék viszont full gázzal a választásokra készül, minden, ami ebből fakad. Na meg közben a főpolgármester gondoskodik arról, hogy ne unatkozzunk a város legkülönbözőbb pontjain, hogyha A-ról B-re akarunk eljutni. Sokan azt állítják, hogy ezt értünk teszik, mást gondolunk mi, amikor ülünk az autóba másfél órát. Ha most megkérdeznék, hogy vajon megválasztanák-e a főpolgármestert újra, illetve a csapatait, akkor milyen választ kapnának? Ez azért egy nagyon jó kérdés, mert hogy felmérésünk kifejezetten az erről sincs, hiszen már túl vagyunk az önkormányzati választásokon bőven. Viszont volt egy olyan felmérésünk, ahol arra kérdeztünk rá, hogy Orbán Viktor és Karácsony Gergely közül kit választanának meg az emberek kormányfőnek, hiszen azért mégiscsak a következő szerep, amire a főpolgármester úr bejelentkezett, cirka másfél évvel azután, hogy megválasztották főpolgármesternek, ez a kormányfői szerep. És itt viszont mindössze 18%-os a támogatottsága. Ez a felmérés a kérdés szempontjából azért nem reprezentatív, mert itt ugye egy országos mintáról beszéltünk, és az önkormányzati választáson azért azt tökéletesen láttuk, hogy a főváros, meg néhány vidéki nagyváros, az teljesen máshogy szavaz, meg egyébként a vidéki kerület, a budapesti kerületek. Teljesen máshogy szavaz, mint mondjuk a 10 000 fő alatti városok, nehogy Isten a falvak. Tehát még egyszer mondom, ez egy országos felmérés volt, Budapesten nyilván nagyobb a népszerűsége, de országosan 18%-os a népszerűsége jelenleg Karácsony Gergelynek, abból a szempontból, hogy kormányfőnek megválasztanák-e. Többen próbálták megmérni, hogy vajon az ellenzéki oldalon található 7 miniszterelnök jelöltből ki lenne a befutó. Önök hasonló mérést készítettek, vagy csak elemezték a többieket? Amikor utoljára készítettünk erről felmérést, körülbelül egy másfél hónappal ezelőtt, akkor még azt láttuk, hogy Jakab Péter a legnépszerűbb a miniszterelnök jelölt az ellenzéki közül. De azóta találkozott egy erőgéppel egy építkezésen. Azzal is, meg két olyan miniszterelnök jelölttel, aki akkor még nem volt hivatalosan miniszterelnök jelölt, ugye Dobrev Klára és Karácsony Gergely, ők azóta jelentették be, hogy megmérettetik magukat, és ez egy nagyon fontos, és ezért hivatkozom csak félgőzzel erre a felmérésre, vagy erre a kutatásra, mert akkor még az embereknek nem volt érdemben lehetőségük azt mondani, hogy Gyurcsány Ferenc feleségét, vagy esetleg a budapesti főpolgármestert szeretnék, mert bár mindenki sejtette, mindenki tudni vélte, hogy ez a két ember is ott lesz a rajtvonalnál, amikor elindul az előválasztás, a hivatalos bejelentés ekkor még nem történt meg. Azóta megtörtént. A több felmérés van, amelyik még mindig azt mutatja, hogy Jakab Péter a legnépszerűbb miniszterelnök jelölt a jelöltek közül, viszont egyre inkább az látszik, hogy beindul a Karácsony Gergely kampánya, kisebb-nagyobb buktatókkal nyelvvizsga és egyebek, beindul Dobrev Klára kampánya kisebb-nagyobb buktatókkal, de azért mégiscsak három fej-fej melletti jelölt van. A többi jelölt, akár a Márki-Zay Péter, akár Pálinkás professzor, de akár beszélhetünk bárki másról is, ők azt gondolom, hogy nem megbántva senkit, de nem indulnak komoly eséllyel,
hogy az ellenzéki összefogás miniszterelnök jelöltjévé válasszák őket. Vajon Dobrev Klára európai megszólalásai mennyire befolyásolhatják az ő népszerűségét? Tehát ő neki van egy plusz lehetősége. Az európai népszerűségét, vagy az itthoni népszerűségét? Az itthoni népszerűségét. Az európai, ez biztos, hogy nagyon erősítik. Az itthoni népszerűségét, hisz azért a különböző nemzetközi csatornák élőbe közvetítik ezeket a megszólalásokat. Az itthoni népszerűségét én nem vagyok benne biztos, hogy erősítik. Ugye beszéltünk arról, hogy a magyar az egy nagyon Európa párti nemzet, viszont a magyar nem feltétlenül hív az Európai Egyesült Államoknak. Érthető okokból, mert pontosan tudja, hogy mi a, vagy hát ha nem is pontosan tudja, de legalábbis zsigerileg érzi, hogy mi a különbség a között, amikor szuverén tagállamok döntenek együtt, és aközött, amikor van egy erőközpont, most hogy nyugaton vagy keleten, az történelmileg változik, van egy erőközpont, és nagyjából ott döntenek el mindent. És az Európai Egyesült Államok azért ne legyenek illúziónk ezt jelenteni. Tehát adózáspolitikától kezdve a bevándorláspolitikán át, a kereskedelem politikáig mindent eldöntenek egy brüsszeli központban. A tagállami parlamentek meg tehát a nemzetállamoknak, igen, ezt akartam mondani, hogy a nemzetállamok akkor mi marad nekik? Valami olyasmit képzeljünk el, hogy ha egy kicsit nyugatra tekintünk, tehát átnézünk az óceánon, akkor mi jut eszünk be először? Tehát az jut eszünk be először, vagy azok a hírek jutnak el hozzánk, hogy a washingtoni szövetségi képviselőház, illetve szenátus eldöntötte ezt vagy azt, vagy az jut el hozzánk, hogy mondjuk Utah vagy Nebraska állam képviselőháza eldöntötte ezt vagy azt. Az előbbi. Ez a különbség az államszövetség és a szövetségi állam között. És ezt zsigerileg azért érzik a magyarok, még ha nem is feltétlenül politikai tudásuk van erről, hiszen politikai tudás nehezen lehet egy olyan államszervezetről, ami még soha nem létezett, jelesül az Európai Egyesült Államok. Sokan megpróbálták már a történelemben különböző neveken, soha nem jött be, és mindig rossz vége lett. Előválasztások. Többen azt hitték, hogy erre nagyon sokan bevők lesznek, de most, amikor látjuk, hogy az előválasztások előre le vannak zsírozva, hogy ki, hol, kinek a javára lép vissza, ez mennyire befolyásolhatja az emberek lelkesedését és részvételét? Én azt gondolom, hogy itt több dolgot kell látni. Mert mintha hülyének néznék az őket. Az egyik és talán a legfontosabb, hogy mindenki, aki részt vesz ebben az előválasztásban, a hat pártinak mondott valójában egyébként nem hat párti, vannak, hanem hét egyébként, akár nyolc párti is, mert az, hogy az MSZP és a Párbeszéd együtt indulnak, az praktikusan azt jelenti, hogy ők a nulladik lépésben megbeszélték egymás között, hogy ki hol és hol nem. Tehát, hogy nem indítanak egymás ellen jelöltet. Tehát itt valójában két külön pártról beszélünk, még hogyha ők egynek is próbálják magukat eladni. De itt azért minden pártnak, aki részt vesz ebben az összefogásban, érdeke az, hogy 2022 után bármi is lesz az eredmény, meglegyen a saját és lehetőleg minél nagyobb frakciója. Tehát olyan a Jobbikot, hogyha nézzük, akkor gyakorlatilag egy kivételével, egy választókerület kivételével feladta Budapestet. Hogy most a DK-nak, vagy az MSZP-nek, vagy az LMP-nek, az majdnem részletkérdés, belátták, hogy nekik a fővárosban igazából nincs keresnivalójuk. Cserébe viszont azt kérték, és ezt azt látom egyébként akár Somogy, akár más egyéb, akár Nyugat-Magyarországi, de akár Észak-Keleti megyékben is, hogy megkapták. Tehát vannak olyan választókerületek, ahol konkrétan a Jobbikosok ellen nem indul senki. A másik pedig, hogy ugye vannak azért erőközpontok az ellenzéken belül. Tehát, hogy van egy Gyurcsány Ferenc az ellenzéki összefogásnak, akit lehet szeretni, lehet nem szeretni, de képes egy lépésnél tovább gondolkodni, azt gondolom. És ez látszott már egyébként az önkormányzati választások után is, amikor a kettővel több képviselője lett az MSZP-nek az önkormányzati választások után, mint a országosan, mint a Magyar Szocialista Pártnak, és ezek után kettő kerületi polgármester hip-hop átült az MSZP-ből a DK-ba, ami azt jelentette, hogy már nincs több képviselője az MSZP-nek, de ami még fontosabb, a DK-i a legnagyobb frakció fővárosi közgyűlésben. És azt gondolom, hogy valami hasonló játszma folyik most az előválasztás kapcsán. Lásd Molnár Gyula esete, lásd az összes többi MSZP-s képviselőnek az esete. Illetve tudunk még olyan képviselőkről, akiket megkerestek hasonló gondolattal, hogy üljenek át majd a DK frakciójába. Ők ezt elutasították, de szóval vannak ilyen háttérjátszmák. Nagyon érdekes volt, az egyik kereskedelmi televízió vendége volt a KDNP frakció vezetője, aki azt mondta egy LMP-s jelöltről, hogy a mi kutyán kölyke, aztán majd úgyis átül hozzánk. Nem tudom, hogy hallott-e erről. Mi a vélemény erről? Mivel nem...
Tudom, hogy ő nem szociálpszichológus, tehát nem azt fogja megmagyarázni, hogy mire gondolhatott, és milyen hatásra, de... Ugye nagyon érdekes kérdés, nevezzük nevén Hende Csabát és Ungár Pétert. Nagyon érdekes kérdés az, hogy Ungár Péternek ismerve a családi viszonyait édesanyja révén, tényleg mire gondolhatott a költő. Nem látunk bele, nem tudjuk. Azért már Ungár Péter eléggé felnőtt, tehát azért elvégzett egy egyetemet, nagy szókincse van, és jó helyre is született, és önálló, én nem hiszem, hogy örökölte a világlátást, tehát saját elképzelései is vannak a világról. Ez talán része lehet valamiféle... Én nem vagyok, nem tartozik a kedvenceim közé, de ez tény. Minden bizony a része ez valamilyen adokkapoknak az adott választókerületben. Azt azért érdemes látni, hogy ugye beszéltünk az előbb az előválasztásokról, hogy mennyire nincs már tétje nagyon sok helyen, mennyire le vannak zsírozva az eredmények, azért ahol Ungár Péter indul, Vas megye egy, az, hogyha azt kellene mondani, hogy ki kellene választani csatatér választókerületeket, hogy hol lehet érdekes és fontos az előválasztás, hát ott az akkor érdekes. Vas megye egy lenne, az egyik nyilvánvalóan Zugló mellett. Mert ott van ugye egy híres ügyvéd, van Ungár Péter és van a KDNP frakcióvezető. És van még, amit ne felejtsünk el, az Új Világ Néppártnak egy jelöltje, aki egykoron fideszes alpolgármester lett, majd elindult a fideszes jelölt ellen a polgármester választásokon, az önkormányzati választáson 2019-ben, és kevesebb szavazatot kapott, mint amennyivel az összeellenzéki jelölt végül megnyerte a választást. És az ő személye az még ott nagyon érdekes lehet. Egy Kocka Tibor nevű úriemberről beszélünk. Tehát lehet, hogy ő lesz, aki nevet a végénnek a nevetője? Ez egy nagyon... Hogy mondjam, az egy érdekes kérdés, hogy ő nevetni akar-e a végén, mert az előválasztást megnyerni, én azt gondolom, megint csak nem lebecsülve senkit, nincs reális esélye. Tehát a Ceglédi Csaba Ungár Péter kettősből fog valaki nyerni. De hogy aki elveszíti azt a választást ebből a kettősből, annak hiányozni fognak-e azok a szavazatok, amik az Új Világ jelölt nál vannak. Tehát, hogy mennyivel fog veszíteni az, aki veszít, és mennyivel fog nyerni az, aki nyer. Mert még egyszer mondom, hogy érdemes visszautalni az önkormányzati választásra, ahol az ellenzéki jelölt az kisebb különbséggel nyert, mint amennyit az egykori fideszes alpolgármester elvitt szavazott számban. A pontos idő mindjárt 8 óra, az annyit jelent, hogy az én zsidó szemüvegemen keresztül jön egy általam vélt objektív híradó, aki másképp látja és építő jellegű véleménye van, ne tartsa vissza magát, ragadjon tasztatúrát, írjon vagy telefonáljon. Erdélyi Rezső Krisztiánnak, a Nézőpont kutatóján köszönöm, hogy itt volt és visszavárjuk. Köszönöm. Tehát következik a híradó után jövünk vissza, és elmondom gyorsan, hogy kik lesznek a vendégeim, mi a kínálat a híradó után. Kanász Nagy Máté, aztán Rusvai Miklós, virológus, Dömsödi Gábor és Masa Tamás. Ez a mai kínálatunk a híradó után. Tartsanak velünk!